A mai adásban időutazásra indulunk a sörbarátokkal, hogy felfedjük egy ősi perui sör, a Chicha titkát, mely emberi nyálból készül. Az inkák valóságos sörbirodalmat építettek. Wow! Hazaviszem a receptet, hogy 3 hét alatt elkészítsük a sört. Ez undorító. Ehhez az egész csapatot munkára kell fogni. Legalább 20-25 kilót le kell gyűrni. Egyre fáradtabb vagyok, nem túl jók a kilátások. Mi lesz, ha nem fejezzük be időre? Végül a vendégeket is meg kell győzni, hogy megkóstolják. Nincs az a pénz, kösz. Egy igazi kézműves sörhöz eredeti ötlet kell. Sam Calagione vagyok, a Dogfish Head sörfőzde alapítója. A csapatommal kiváló söröket készítünk kalandvágyó fogyasztóknak. Bekeverjük, erjesztjük, hűtjük, palackozzuk, szállítjuk, felszolgáljuk. Újra és újra. A sörfőzés mesterei. Chicha. A sörfőzés szó szerint az emberiség történetének egyik legősibb mestersége. Réges-régen a különböző kultúrákban a sör definíciója sokkal tágabb volt. Egészen más alkotó elemekből készült, mint a ma kereskedelmi forgalomban kapható sörök 99%-a. Sam Calagione vagyok, a Dogfish Head kézműves sörfőzde vezetője. Ő a feleségem, Maria, az én gyönyörű párom, aki 97 óta dolgozik velünk. Már a 80-as évek közepén a gimi alatt egymásba havarodtunk. Az én feladatom a marketing részleg irányítása. A logónk anyag címkén kívül máshol is megjelenjen. Te mindenre odafigyelsz, ezt imádom benned. A munkaállomásaink egymás mellett vannak, de golyóálló üveg választja el őket. A Dogfish Head mottója szerint egyedi söröket készítünk egyedi embereknek. Amikor létrehoztam a vállalatot, legfőbb célom a sörpiac állóvizének felkavarása volt. Alga, gyömbér, kávébab, fekete bors, minden elképzelhető hozzávalót kipróbálunk a főzés során. Mi van még, Brian? Petrezselyem, zsája, rozmarin, kakukkfű. Emellett a sör történelmét is kutatjuk, újra életet lehelünk az ősi praktikákba. Mintha visszautaznánk az időben, a korsókba töltött folyékony időkapszulák lehetővé teszik a múlt feltárását. Ennek tökéletes példája a Chicha. A Chicha Peru nemzeti itala, kukorica alapú sör. A kukoricában található keményítő cukorrá bontásához a hagyományos megoldást választjuk. Megrágjuk a szemeket. Az emberi nyál tartalmazza a folyamathoz szükséges enzimeket. A sörkészítés korai szakaszában a gabona szemeket forró vízzel elegyítik, hogy a bonyolult szerkezetű keményítők egyszerűbb cukrokká váljanak szét. A cukor ezek után alkohollá alakítható át. A modern sörfőzdékben csíráztatott árpát használnak, melyben megtalálhatók a nélkülözhetetlen enzimek. Az ősi népek, például az inkák megrágták a szemeket, mivel a nyálban is előfordulnak a keményítőt bontó enzimek. 2 éve az Antik Sörök nevű program részeként már készítettünk Chicha sört. Úgy tűnt, túl nagy fába vágtuk a fejszénket. Kiderült, hogy fizikailag nagyon megterhelő az ilyen sör előállítása. A kukorica nagyon száraz, porlik szinte, és minden nyálat megköt a szánkban. Fájdalmas. Ráadásul sokkal tovább tartott megrágni a kukoricát, mint amire számítottunk. Szeretnék még egyszer megpróbálkozni a Chichával, de tudom, a többieket elég nehéz lesz rávenni, hogy újra ezen rágódjanak. Mit is keresünk egy kukoricaföldön? Szeretném, ha első kézből értesülnél a terveimről. Nem szedünk egy kis kukoricát? Grillezni akarsz? Majd meglátod. Emlékszel, mikor legutóbb egy csomóféle kukorica sört készítettünk? Tudod, amikor megállás nélkül rágtuk a kék kukoricát. És az a rész megvan, amikor emberi nyállal kellett elegyíteni? Lehet, hogy szadomazó vagyok. De újra nekiveselkedem.
Ah, szia, Sam. Ne rohanj el fejvesztve, ha meghallod, hogy csicsa sört készítünk. Oké, én benne vagyok. Pacsit rá. A viccet félretéve. Nagy megkönnyebbülés, hogy Brian Selders sörfőzőmester velem tart. Ehhez a feladathoz sok segítség kell. Azok után, ami a múltkor történt, izgatottan várom. De a csapat többi tagjának részvételére is nagy szükség lesz. Connie, tudod, hogy rövidesen csicsasört szeretnénk felszolgálni? Titeket is megkérnélek, hogy segítsetek a rákcsálásban. Legalább 20-25 kiló kukoricáról van szó. Ó, és itt van Jeff, és ezúttal nem szaladhatsz el. Nick, te is kell lesz. Tudom, hogy hallod, rákcsálnunk kell majd. Eleanor, ezt imádni fogod. A nyelved lila lesz, a fogaid is elszíneződnek. Illeni fog a szép szemeidhez. Jövő héten lesz? Igen. Akkor Sabin vagyok. Nincs kifogás. Legutóbb meglehetősen szánalmasra sikerült a bemutató. Nagyra törő céljainknak keresztbe tett a tonnányi perui kukorica. Ezúttal szeretnénk felettetni a kudarcot. A cél, hogy 3 hét múlva csicsasört szolgáljunk fel Rehobuti sörözőnkben. A Dogfish sörfőzde lelke a Rehobuti sörfőző. 10 hordónyi kapacitás áll rendelkezésre, hogy kiélhessük felfedezői hajlamainkat. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vendégek, akik elzarándokolnak hozzánk, a kutatásfejlesztés fontos résztvevőivé válnak. Hogy meghatározzuk a tovább lépés irányát, az ő véleményükre is kíváncsiak vagyunk. Mi újság, srácok? Amikor legutóbb csicsasört főztünk, egyesek azt állították, nem tartottuk magunkat a tradicionális recepthez. Így aztán most egészen Peruig elrepültem, hogy felkutassam az eredeti technikákat és hozzávalókat. Szeretném hiteles módon életre kelteni ezt az ősi sört. Peru egykor az Inka kultúra hazája volt. Ez a fejlett civilizáció hozta létre Machu Picchu-t, és kiterjedt úthálózatot hoztak létre a világ egyik legnehezebb hegyi terepén. A hódító spanyolok elsöpörték az inka kultúrát, ám a csicsasör készítése egyike a néhány máig fennmaradt tradíciónak. Számomra ettől még értékesebbé válik ez a feladat. Azért érkeztem ide, hogy felkeressek néhány régi módi sörfőzőmestert, akiktől elleshetem a csicsa összetételét és a kukoricarágás fortéjait. Nem csak Peruban, de Dél-Amerikában is most járok először. Szeretném felkutatni a csicsa hagyomány gyökereit, de úgy tűnik, ezt egyetlen váltás ruhában kell véghez vinnem, amíg elő nem kerülnek a csomagjaim. Remélem megtalálják őket, különben borzalmas bűzt fogok árasztani. A saját szagomat se fogom tudni elviselni. Gyönyörű reggel a perui Cusco városában. Nem egy szép hölgyre várok itt, csupán egy régészre. Pontosabban a barátomra, dr. Alexei Vranicsra, aki a Los Angeles-i Egyetem professzora. Tetszik a járgányod, Alexei? Akkor pattanj fel! Cusco környékét az inkák szent völgyeként ismerik. Lépten nyomon fontos régészeti lelőhelyekbe botlunk. Most éppen az Alexei által vezetett ásatás helyszínére tartunk. Mi ez a hirtelen visszaesés az infrastruktúrában? Búcsút mondhatunk az utaknak. És a biztonságról is a négylábúak gondoskodnak. Hogy van a hátsó feled? Elég indiszkrét a kérdés, amúgy meg nem túl jól. Arról nem is beszélve, hogy ilyen nagy magasságban kifejezetten nehéz levegőt venni. Érdekes ez az ösvény. Gyere le ide! Kezdek szédülni az oxigén hiánytól, pedig még egyetlen sört sem ittunk. Említettem már, hogy félek a magasságtól. Ott középen? Ott az a nagy szikla középen. Láthatod, ahogy a diákjaim a körülötte lévő árkokban kutatnak. Az Inka birodalom mintegy 500 éve élte fénykorát. Alexei elhozott ide, hogy megmutassa nekem azt a helyet, ahol az őslakosok a nagyobb ünnepeiket tartották és kedvenc italukat itták. Hát persze, hogy a csicsát. Egy titkos inka terület feltárásán dolgozunk. Az inkák vallása szerint ez szent hely volt, ahol Cusco vízforrásai eredtek.
A csicsa sört rendszeresen fogyasztották, és felajánlásként a szent sziklákra öntötték. A csicsa az inka kultúra fontos része volt. Azokat az embereket is sörrel fizették ki, akik megépítették Machu Picchu-t és Sacsahuaman erődjét. Később terjeszkedniük kellett, így a kukoricatermesztéshez egyre több megművelhető teraszt alakítottak ki. A kukoricából aztán sört főztek, és fizetségként osztották szét. Az inka birodalom a sörre épült. Hogy hívják ezt a helyet? Quechua nyelven Chacana neve, azt jelenti az ördög erkéje. Szoba kilátással. Az ördög erkéje. Ülj le ide. Ki van zárva, ezt nem viselem jól. A magasságot? Igen, kikészülök tőle, Jézusom. A spanyolok szerint az inkák az ördögöt imádják. Erre a helyre az itt élők azért jártak, hogy felajánlásként a sört beleöntsék a folyóba. Ez itt a Zape, az inkák szent folyója, átfolyik Cusco városán is. Vagyis a városban szó szerint sörfolyam hömpölygött. Több évszázaddal később ugyanebben a városban számos csicséria működött, melyekben a helyi sör meg annyi módon készített változatát árulták. Mára szinte hírmondó sem maradt belőlük. Remekül elbeszélgettünk, de itt az ideje a sörivásnak is. Második napja járom Cusco ősi városának utcáit itt Peruban, ahol az inkák által kifejlesztett sör, a csicsa titkait kutatom. Az ital talán időtlen, számunkra viszont gyorsan peregnek az órák, hisz alig 3 hét múlva már a saját sörözőnkben szeretnénk bemutatni ezt a nedűt. Egyelőre hiányzik a recept, az eredeti főzési technika, sőt, azt sem tudjuk pontosan, hogyan kell a hagyományos módon megrágni a kukoricát. Ma néhány régi csicsériát keresek fel Alexej Vranics régész barátommal. Vigyázz a fejedre, Sam! Hű, ezt nézd! A legelső helyszín az El Capulino csicséria. Habár a berendezés modern, Alexej biztosít arról, hogy a helyiek szerint ez a legautentikusabb söröző. Itt, ebben az épületben főzik a sört? Persze, hátul a konyhában. Hallom is innen, és a füst szaga is kiszivárog ide. Remélem, a tulajdonos beenged minket oda, de haladjunk sorjában. Óriási méretű csicsát rendeltem? Ez egy normál adag. Általában fából faragták a poharat, de az inkák aranyból öntötték. Az eredeti forma máig ugyanaz. A háznak két specialitása is van. Az első a sima vagy klasszikus csicsa. Az egyből látszik, hogy ez egy szűretlen típusú sör. Az ugye nem egy tekila kukac az alján. Egészségünkre. Egészségünkre. Első a sok közül. Ó, ez finom. Citromos. A fű illatát is érezni benne. Kiváló meleg időben. Számomra ideális szomjoltó ital. Ha mondjuk a földeken dolgozol és elhívod a barátaidat segíteni, napközben fejenként legalább 3 ilyet kell kapniuk. Vagy véged. Különben megsértődnek. A második különlegesség a frutillada. Itt a csicsát helyi vadszamócával ízesítik. Mi ez, valami fűszer? Egy kis fahéj. Ó, nagyon jó. Ebben nincs alkohol egyáltalán, csak ami a természetes fermentációval belekerül. Értem. Ez a sörfőzde. Elsőként az orromat csapta meg valami. Itt nyílt tűzön főznek. Ez valami különleges fa, finom az illata. Eukaliptus. Olyan, mint a parfüm. Mivel a sör nagy mennyiségben fogy, előcsíráztatott kukoricát használnak. A kukoricaszemek, a víz, egyéb gabonák és fűszerek keveréke alkotja a cefrét, melyet felforralnak, majd leszűrnek. Ez a szűrő? Igen, a nagyobb darabokat kiszedik, a többi megy a műanyag vödörbe. 2 napig van itt? A 2 napos természetes fermentáció során nem alkalmaznak hozzáadott élesztőt. A folyamat megegyezik mindkét csicsa esetében, de a frutilládában még valami kerül. Most teszi bele a szamócát, az almát és még banánt is. Aztán jól összekeveri. Mint egy gyümölcsösség. Ez egy gyümölcs turmix. Egészséges ital. Miután a hasunk már tele csicsával és frutilládával, tovább indulunk Alexejjel. Ez az El Descanso, vagyis a pihenőhely. Ha az öregebb generációval beszélsz, azt fogják mondani, ha csicsát akarsz, ez a hölgy a legnagyobb titkok tudója. A módszert az anyjától, a nagyanyjától, talán a dédanyjától tanulta. Señora Mercedes Paukár több mint 30 éve készít csicsát, egy olyan recept alapján, mely talán 300 éves is lehet.
Kizárólag fatüzelésű tűzhelyet, tradicionális agyagedényeket és természetes hozzávalókat használ a kukoricasörhöz. Amikor munkához lát, messze földről is érkeznek hozzá a lelkes sörfogyasztók. Buenos días! Hagyományosan a csicsa több, mint puszta sör. Az inkák számára ez egyszerre egy tábláló ital és folyékony fizetőeszköz is. Az ősi hagyományt ma is tartják. Az első korty elfogyasztása előtt áldozatot mutatnak be, hálájuk és tiszteletük kifejezéseképp. Földanya! Köszönetet mondunk ezért az ízletes csicsáért. Tisztelettel adózunk napapánknak is, amiért a nőket választotta ki a csicsa készítésére. Most már ihatunk. Ez már ismerős, ugye? Igen, eléggé. Na jó, kóstoljunk bele. Gurítsuk le egészségünkre. Ő is velünk iszik. Igazán kedvemre való az ilyen mester. Oké. Ez finom. Nagyon citrusos, kellemesen fanyar, gazdag állagú, aktív élesztővel. A haba tetején azt jelenti, hogy a kitöltés óta is tovább erjed. Hány napos ez a sör? 3 napos. Meg tudja mondani az alkohol fokát? Most 1-2 fokos. Ha teljesen kiforrt, 3%-os lehet. Oké, megvárom, van időm. Szemben azzal, amit eddig hallottam, Señora Paukár nem rágja meg a kukoricát. Elmondja, hogy elődeitől már a modernebb technikát, a csíráztatott kukorica alkalmazását tanulta. Így a keményítő átalakításához szükséges enzimek már benne vannak, és ez helyettesíti az emberi nyálat. Kihozzák, és 2 napig a szabad ég alatt hagyják. Igen. Így kiszárad, és el lehet kezdeni az eljárást. A szárított, kicsírázott kukorica szemeket forró vízbe teszik. Ezek az edények a modern főzőkádak elődei. Kis idő után a keményítő lebomlik, és kialakul a folyadék, amit a modern sörfőzők cefrének neveznek. A végső lépésben egy kosárnyi szalmán szűrik át. Agyagedényekbe gyűjtik, és 2 napig erjedni hagyják. Nagyon lelkesen űzi ezt a mesterséget. Azt mondja, a legjobb csicsát így kell leszűrni. Lehetne másként is, de ő különleges sört készít. Különleges perújaknak. Ez a küldetése. Miközben ehhez a sörhöz hatalmas mennyiségű kukoricát kell a szánkban megőrölni, a hagyományos söreink termelését sem hagyjuk abba. Nem csúszhatunk ki úgy az időből, mint legutóbb. Hazatelefonáltam, hogy megszervezzem a Csicsa akciócsapatot. A tagjai Katrinka, a vegyészünk, Kárla a laboráns és Floris a sörmester. Halló! Szia! Merre jártál? A kamera a felső testemet mutatja, mert alul csak egy alpaka boxert viselek. Elég sok helyen jártam már, mióta megérkeztem, és kezdek meggyőződni arról, hogy ez a nők világa, már ami a sör előállítását illeti. A csicsát mindig is nők főzték errefelé. Egyszerre 40-50-60 litert is készítenek. Nekünk viszont sokkal többre lesz szükségünk. Amikor legutóbb próbálkoztunk, 5 óra alatt 3 kilót rágtunk meg. Most a cél nagyjából 20 kiló lesz. Meg kellene tudnunk, kik ebben a legjobbak itt nálunk. És ők lehetnének a Dogfish köpőmesterei. Milyen az időbeosztásotok most a sörfőzdében? Jövő héten kellene nekiállnunk. Oké, mondjuk kedden. Oké, akkor viszlát, szép napot! Ez a 20 kiló új volt nekem, meglepett. Jó sok kukorica. 20 kiló az nagyon sok. Hogy fogjuk felosztani? És hogy derül ki, melyikünk rágja a legjobban? Kísérletezgetnünk kell egy kicsit. A Csicsa kommandó felderítő hadműveletbe kezd, hogy kiderüljön, ki a legjobb kukoricarágó a cégnél. Mire visszaérek Perúból, már csupán néhány napunk marad arra, hogy megrágjunk 20 kiló kukoricát, megfőzzük a sört, és bemutassuk a sörözőnkben. A Dogfish sörfőzde minőség ellenőrző laborjában gyűlnek a nyálminták. Katrinka Hausley és Karl Arnberg küldetése, hogy kiderítsék, ki a legjobb alany a rágáshoz. Nyisd ki. Mozgasd, ez az. Aha, mehet. Karl és Katrinka egy kísérletet tervez a köpetek hatékonyságának vizsgálatára. Te jó ég! Minden ember nyála tartalmaz valamennyi amilázt. A folyamat lényege, hogy megállapítsuk mennyit. Ez az enzim bontja le a keményítőt.
Dél-Amerikában hagyományosan azért a nők rágták a kukoricát, mert az a hit járta, hogy jobb eredményt érnek el. Ennek fogunk tudományos módszerrel utána járni. A következő lépés a nyálminták összegyűjtése. Nem lelkesít túlságosan. Ha csak egyikünk csinálná, az perverznek tűnhetne, de ketten együtt talán hitelesebbek leszünk. Vagy mindkettőnket perverznek néznek. Én viszem a köpeteket, és te a fánkot. Kedves vagyok. Köszönöm. A nagy lelkem. A perui expedícióm során a csicsasör készítésének titkát szeretném megismerni. A főzés napjáig már alig egy hét van hátra, vészesen fogy az idő. Barátommal, Alexeijjel most újabb utazásra indulunk a múltba. Egy időutazással egybekötött kocsmatúra. Valami olyasmi. Még egy csicsériát készülünk meglátogatni, Alexej szerint ez még régi módibb. Itt végre találkozhatunk a rágcsálós módszerrel is. Ó, a régóta várt nyáladzás. Ez az a hely itt. Gyere csak! Egy éppen maradt ősi inka ház belsejében vagyunk. Micsoda pókhálók, meg minden. A bekormozódott falakból is látszik, hogy régóta használják. Nem semmi hangulata van. Ha ez egy inka bár lenne Los Angelesben, túlzásnak tartanám. Azt mondanád, ilyen a valóságban nincs. Ma van a sörfőzés napja a Señora Lourdes Flores kocsmájában. Itt készül a csicsa mindenféle modern hókusz-pókusz nélkül, viszont évszázados tapasztalattal. Oké, ez a csíráztatott kukorica, ilyet már láttunk. Mint kiderül, Señora Flores szintén csíráztatott kukoricát használ, de ezt kombinálja a rágcsálásos módszerrel. Mivel a helyiek körében népszerű a sörre, kapva kap az alkalmon, hogy segíteni szeretnénk neki. A miénk is megy bele? Á, köszönöm. Szem, ez túl sok. Igen, és egy része száraz maradt, amatőr hiba. Engem inkább arra emlékeztet, amikor kidobom a tacsot. Aha. Úgy látom, nem kell pépesre rágni, csak annyira, hogy minden szem felnyíljon. Igen, és kerüljön bele egy kis nyál. A tiéd egy nagy massza lett. Köphetem egyből ide? Szerintem nem. A kezemet használja? Nem tudom, szerintem először ki kell köpni, aztán beledobni. Készen is van. A szűrőt csinálja. Ó, remek az illata. Van benne kukorica, széna, tej. Tisztára, mint egy Amish farm. Tényleg olyan. Egy újabb csicsakészítő, aki egy kosárnyi szalmát használ a szűréshez. Úgy érzem, ez a hiteles reprodukálás egyik kulcsa lehet. Talán nem ez a leghatékonyabb módszer, de a friss szalma egész biztosan sajátos ízt ad a sörnek. A borok világában a terroir a szőlő termesztési helye. A söröknél sokkal inkább az alkalmazott egyedi eljárások. Ez, amit itt látunk, tradicionálisabb már nem is lehetne. Abszolút autentikus. A kötelező felajánlás után megkóstolhatunk egy két napja készült friss főzetet. Egy hajtásra lehúzta, lekörözött engem. Sehol se vagy. Mióta is vezeted azt a sörfőzdét? Na most figyeljen, figyeljen rám, oké? Nagyon jó. Az állaga kicsit sűrűbb, de ugyanolyan friss, citromos, kissé teljes az íze. Fogalmam sincs, hogy fogod visszaadni ezeket a nüanszokat. Ez valóban kérdés. Señora Flores egész sor fűszerrel ízesíti a csicsát. Nem mindennapi feladat egy tolmács közvetítésével összeállítani a bevásárló listát. A hét különböző hozzávalónak tökéletes egységet kell alkotnia. A jó hír az, hogy 5 napunk van az alapanyagok beszerzésére és átszállítására a másik kontinensre. Jól látom, már tölti is magának a következő óriási adag csicsát. Miltonban Katrinka és Karl portyázni indul, hogy begyűjtse a dolgozóink nyálát. Futhatsz, de nem rejtőzhetsz el. A mintákat a laborban fogják elemezni, hogy megtudjuk, ki megy át az amilász tesztem. Szia, Tracy, kellene a nyálad? Csak akkor, ha megmondjátok, hogy mire kell. Az amilász szintet vizsgáljuk. És kapsz egy fánkot is. Nem tudok parancsra köpni. Segítene, ha Karl nekiállna vetkőzni? Bele kell köpni? Igen, vagy bele is csorgathatod.
Ez valami vicc? Sajnos véresen komoly dolog. Hajrá, Dogfish csapat! Mi kellene? Köpet. Minek? Drogtesztet végzünk ópiumra. Na ne, ez komoly. Kellene a nyálad. Ne akart, hogy erővel vegyem el. Oké, itt van, de elég undorító. Klónozni akarunk téged. Mindig tudtam, hogy gyanús dolgok mennek a laborban. Ez borzalmas. Azt hiszem, nem erre a munkámra leszek a legbüszkébb. Ó, ne, ez undorító. Na jó, jöhet a teszt. Jézusom! Miért ilyen barna ez a köpet? Mindegyik rémes. Néhány nap múlva nekilátunk, hogy elkészítsük a Csicsa nevű ősi perui sört, melyet emberek által megrágott kukoricából főznek. Carl és Katrinka elemzi a mintákat, hogy kiderüljön, kinek a nyálában van elég amiláz ahhoz, hogy sikeres előrágcsálók legyenek. Fél milliliter keményítő mindegyikbe. Felrázzuk, aztán pihentetjük. A keményítő egyszerű cukrokból álló bonyolult láncot alkot, akárcsak egy gyöngysor. Az amiláz nevű emésztőenzim szétválasztja ezeket a cukrokat. Minél több az amiláz a nyálban, annál gyorsabb ez a reakció. 10 percre állítom be az órát, aztán jó doldatot csepegtetünk be, és figyeljük a színét. Amikor jód kerül az elegybe, és ott cukrokká bontott keményítőt talál, az oldat barnára változik, jelezve, hogy a nyál megfelelő. Ha nincs elég amiláz, a keményítő még hosszú láncokban van jelen. A jód a keményítőhöz kötődik, kékre színezve a köpetet. Ez jelzi, hogy a nyál megbukott. A barna jó, a kék rossz. Tracy átment. Marjorie, Katrinka, Nora és Heather is. Ha ez egy verseny lenne, tutira a női csapatra fogadnék. Ezek itt mind átmentek. Oh. Valaki megbukott. Nem mintha versenyeznénk, de ugye jobb lettem, mint Floris. Floris az egyetlen férfi, aki megbukott. Ó, Floris! Tudom, hogy nem verseny. Persze, hogy nem. Floris, beszélnem kell veled a nyárról. Nagyon csalódott vagyok. A mennyisége fantasztikus volt, de a minősége szánalmas. Ó, erről szól az életem. Szerintem megcsaltatok a tesztben. Ez egy hamis pozitív. Csak vicceltünk, átmentél. Akkor jó volt? Persze, csak szivattalak. Ne már. Könnyen bedőlsz. Más férfiak azonban nem szerepeltek ilyen jól. A teszt résztvevőinek 37%-a bukott meg, és mind az erősebb nem képviselői. A nyálháborút egyértelműen a nők nyerték a Dogfishnél. Íme egy újabb csodás nap Cusco városában. A hasam tele van Csicsával, de a gondolataimban is folyton ő jár. Az utoljára kóstolt változatba teljesen beleszerettem. A hölgy egy csomó izgalmas fűszert használt, amit remélem megtalálok itt, a helyi nagy piacon. Ha lelkes vásárlónak tartják magukat, és még nem jártak Cuscóban, ideje betervezni az utazást. Ezen a piacon egymást érik a különlegességek. Ezek az emberek az ökörgerinctől az élő békáig mindent árulnak. Van tarajos gőte, de az egyik büfében sárkány melbimbót is kapni. Egyszerűen minden van, amit csak el lehet képzelni. Én azonban kész listával érkeztem. Céltudatosan haladok. Oké, azt hiszem, jó helyen járunk. Szegfűszeg, ez kelleni fog. Ez igazi fahé? A legnagyobb, amit láttam. Milyen csodás az illata, nem? Igen, nagyon kellemes. Otthon nem fogják elhinni nekem. Vigyél haza egy ilyen óriási rudat. Mi kell még? Édeskömény és fodormenta, amit a helyiek használnak. A nevét akkor se tudnám kimondani, ha az életem múlna rajta. Majd elmutogatom. Ez torongia. Aha, ez a torongia. Megvan a helyi menta is, amit kerestem. Ó, ez nagyon jó. Ha megmondja az árat, szörnyűködnöd kell. Mert túl sok? Igen, itt alkudozni szokás. Azt mondta, ez 5 szol lesz. 5 szol? Hát az őrület! Oké, akkor 4. Jó! Rendben. Ügyesen alkudtam. Akkor megegyeztünk. Muchas gracias. Beszereztük a szükséges fűszereket, de egy utolsó megálló még hátra van. Meg vagyok győződve arról, hogy a csicsát csak úgy készíthetjük el igazán hitelesen, ha egy helyi kosárban szalmán szűrjük át, épp úgy, ahogy az errefelé szokás.
Ez lesz az. Kenyérkosarak, meg minden más. Az itt élők egyöntetű véleménye szerint ezt a családot kell felkeresnünk, ha igazi, jó minőségű kosarat keresünk. Buenos dias. Ó, oh, ez szuper. Melyik a megfelelő méret? Ez jó lesz. Csodálatos. Add a bankkártyádat. Ó, oh, azzal is fizethetek? Díszcsomagolást vállalnak? Nem, attól tartok, hogy nem. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Ez igazán gyönyörű munka. Oké, én viszem a kosarat, te kapd el a csirkét. Miért? Szerinted minden kosárhoz jár egy csirke? Szerintem igen. Keserédes érzés. Ez az utolsó napom Peruban. Nem hittem volna, hogy ennyire megkedvelem ezt a helyet. Sok mindenre fény derült, de kissé izgulok a folytatás miatt. A nagy kérdés, hogy amikor sor kerül a rágcsálásra, a munkatársaink vállalkoznak-e rá? Nagyon remélem, hogy így lesz. Jó újra itthon Delaware-ben. A Peruban töltött folyékony kaland után jó magam és a csicsa hozzávalói visszaérkeztünk az Egyesült Államokba. Holnap lesz a főzés, így a mai a rágódás napja. Elég sok munkánk lesz, utána nézek, hogy mindenki felkészült-e rá. A nap végére hegynyi kukoricán kell átrágnunk magunkat, hogy éjszaka a nyál elvégezze a dolgát. Ha nincs megrágott kukorica, holnap nincs csicsa. Brian Selder sörfőzőmesterrel próbálgatjuk a metódust, mielőtt szétosztanánk a készletet. Minden oké? Aha. Csak nem nagyon jutok szóhoz. Először egészben kapjuk be a szemeket, de kiderül, ez túl kemény küzdelem. Ez hiba volt. Mi? Majdnem kitörtem a fogamat. Ezután ledaráljuk a kukoricát, úgy veszük a szánkba. Nem tudom, hogy leszünk készen ekkora adaggal. Ez fájdalmas. Komolyan fáj a szám. Kérsz vizet? Nem, el vagyok így. A Dogfish eközben működik tovább, a gyártósoron készülnek a sörök. Elképzeléseink szerint a dolgozók alkalmazkodnak a helyzethez, és mindennapi teendőik mellé a rágcsálást is beillesztik. De ha nem találunk ki valamit, a termelésünk leáll, és a kukorica sem fogy el. Nem tudom, hány óra kellett ahhoz, hogy tavaly 3 kiló kukoricát megrágjunk. Ezúttal 20 kiló a cél. Az elmúlt fél órában talán 6-10 dekáig jutottunk. Nem vagyok nagy matekos, de komoly bajban leszünk, ha nem újítunk valamit. Brian ekkor nagy ötlettel áll elő. Forró vízben felpuhítjuk a kukorica szemeket. Ez végre beválik. Egy kis közjáték után a munkanap elejére készen állnak az adagok, beindulhatnak a rágóizmok. Ez nagyon száraz. El leszek vele egy darabig, van mit rágni. Milyen az íze, mint a radírnak, amit a suliban rágcsáltunk. Biztos nem véletlen, hogy nem a csicsa a legnépszerűbb sör. Abban biztos vagyok, hogy mindenki fejében megfordul, tényleg szükség van erre, de ha azt tűzzük ki célul, hogy a lehető legautentikusabb formában állítsuk elő a kiválasztott söröket, akkor ez is hozzátartozik. Doppergést kérek. A munkatársak körében óriási az elszántság, a segíteni akarás. Egész jól haladunk, nem igaz? Hey John, nem látom, hogy rágnál. Varázslatos látvány. A Dogfish teljes kollektívája beszállt a küzdelembe, hogy az eredeti csicsa időre elkészülhessen. Délben azonban még mindig elég szerény mennyiség van mögöttünk, így meghirdetjük, hogy bárki rágcsálhat, aki kedvet kap hozzá. Nem számít, ki honnan jön, vagy mit csinál éppen. Rövidesen mindenki papírpoharakat szorongat, engem is beleértve. Amíg rágcsálsz, nézd át ezeket. Michel küldte. Ha lesz időd, dobj rá egy e-mailt, oké? Okay? Noha egész napra be vagyok táblázva, rendületlenül rágok tovább. Én engedéllyel visszavonultam a kukoricarágástól. Az előbb dobtam ki a taccsot a papírkosárba. Szerencsére nem a poharamba, így az adagom felhasználható maradt. Na, hogy állunk? Sok van még hátra? Hát, ez nem túl jó jel. Selders, te hány pohárnyit rágtál meg?
És mi lesz, ha nem készülünk el vele időben? Oké. Kösz a segítséget. Viszlát holnap reggel. Egy évnyi kutatás, felkészülés és utánajárás. És lehet, hogy a cél előtt elbukunk. Csak a mennyiség miatt. Én nem adom fel. Szép ez az este. Elrágódom még itt egy darabig a szabad ég alatt. Eljött a nagy nap, amikor nekilátunk a csicsa főzésének. Feltéve, hogy sikerült elég kukoricát megcsócsálnunk tegnap estig. Amikor a szűréshez beszerzett szalmát szállítjuk a sörfőzdébe, SMS-t küldök Briannek. Kíváncsi vagyok, hogy állunk. Ha valaki megkérdezné, hogy képzelem el a poklot, azt felelném, csicsát főznék, rágnám hozzá a kukoricát éjjel-nappal. Sajog az állkapcsom, a fogaim fájnak, nem érzem az ízeket. Kész csoda, hogy beszélni még tudok. A jó hír az, hogy összegyűlt a kellő mennyiség. Na, készen álltok a csicsa főzésére? Igen. Ez lelkesítő volt. Ez a perui kukorica, amivel nem boldogultunk, de így is szép teljesítményt mondhatunk magunkénak, 8-szor annyi készült el, mint tavaly. Ezt a masszát kukoricapehelyel dúsítjuk, ami árpasör esetében a csíráztatott árpának felel meg. Valami olyasmi. A sörkészítés első lépéseként a csíráztatott árpát vízben jól elkeverjük. Brian most úgy dolgozik, akár egy DJ, csak épp két lemezjátszó meg mikrofonok helyett két szelepet irányít. Ezek forgatásával állítja be a kellő hőfokot, hideg és meleg vizet is hozzátölthet az árpához. A megrágott kukoricában a lebontó folyamatok már zajlanak. Sajnos ez nem az egyetlen gabona az elegyben, így a cefre készítést nem úszhatjuk meg. A szövetségi előírások szerint a sörfőzéshez árpát kell használni, úgyhogy egy kevés árpát is keverünk bele. És most jöhet a megrágott kukorica. Lehetőleg ne fröccsenjen ki, jó? Jól van, most keverjük el. Amíg a keverék pihen, előkészülünk a titkos inka eljáráshoz. Jó illata van, nem? Nagyon finom. A szalma különleges füves aromát kölcsönöz neki. Ez az! Tökéletes! Pont ilyenre számított. Szép volt! Az elegyítés után a folyadék átkerül a főzőüstbe. Elválasztjuk a szilárd halmazállapotú anyagokat, és ami hátra marad, az maga a cefre, vagyis az új sör. A szűréshez most mi is a perui kosarat használjuk. Felfogja a szilárd darabkákat, és reményeim szerint egyedi ízt ad a sörnek. A cefrét aztán felforraljuk, hogy minden esetleges kórokozó, ami a megrágcsált kukoricába kerülhetett, elpusztuljon. Végül hozzáadjuk a fűszereket. Az ízét nagyobb részt a Perúból hozott fűszerek adják. Ezeket csak lógassuk bele a cefrébe, mint egy teafiltert. Oké. A forralást követően a sör az erjesztő tartályokba kerül. Oxigént és élesztőt adunk hozzá, és 10 napon át hagyjuk kiteljesedni. Ekkor éri el a kívánt 4,5 fokos alkoholszintet. Mindig jó buli sört főzni a haverokkal. Szerintem is. Nagyjából ebben a napszakban fogunk majd egy gyönyörű csokor vörös virágot egy hosszú póznak tetejére tűzni, hogy messziről látszódjon. Ezzel jelezzük, hogy csapra vertük a csicsát, mindenki jöjjön és kóstoljon bele. Jó, hogy végre feltűzhettük a csokrunkat. Tudatva az emberekkel, hogy az új sört végre csapra verjük. Gyerünk! Mindenkit vár egy jó kis csicsa. Az erjedés minden gond nélkül végbe ment, és a határidőt is tartottuk. Akkor csapoljunk! Mindig nagyon várom a napot, amikor új sört szolgálunk fel. Ma azonban kicsit ideges vagyok, mert a csicsa tavaly nem aratott osztatlan sikert. Nincs az a pénz, köszönöm. Nem iszom olyasmit, amibe valaki beleköpött. Akadtak néhányan, akiket nem lelkesített a dolog. Remekül látszott, ki a kalandvágyóbb, és ki nem szeret letérni a jól bevált útról. Nagyon kíváncsi vagyok, vajon ezúttal milyen fogadtatásra lel az új, még eredetibb recept alapján készült csicsa. Ahhoz, hogy a sörök istenei áldásukat adják az italunkra, a csapolás előtt még valamit meg kell tennem. Ezt a hagyományt Perúban tanultam. Kocintás előtt egy fohászt mondanak. Ígyünk tehát Rehobotra, a forralóüstünkre, és mindenkire, aki részt vett ebben a munkában.
Égyünk az őseinkre, szeretteinkre, és azokra is, akik már nincsenek velünk. Most pedig nézzünk egymás szemébe, és kocincsunk. Hörpintjük fel. Ó, ez jó csicsa. Nekem ízlik. Kellően fűszeres. Az biztos. Tiszta és száraz. Érzem benne Angelát, Katrinkát, jó sok Bryant. Igen, legalább másfél kiló Bryant van benne. Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült. Remek lett az íze. Szerintem is. A második próbálkozás sokkal jobban visszaadja az eredeti perui ízvilágot, és ez tetszik. Remélem, ezt a vendégeink is visszaigazolják, és érezni fogják a szeretetet, amivel ezt a sört készítettük. Megkóstolták már a csicsát? Szóval valaki a nyálát csorgatta bele? Ezt jó tudni. Jól hangzik, szeretnénk kipróbálni. Nagyon könnyű, de ízekben gazdag. Vagyis jó sokat lehet inni belőle. Elsőként a fahéj illatát éreztem meg. Kellemes, frissítő. Tudom, hogy mi van benne. Ízlik? A sör mindenkit megszépít, igaz? Nem hittem, hogy ez egyáltalán létezik, de Sam elkészítette. Mindig meglep, hogy a vendégeink mennyire vállalkozó szelleműek, ha kipróbálhatnak valami újdonságot. A csicsa fogadtatása remek volt. Bár az elkészítés módja eleinte néhányukat zavart, de miután megkóstolták, meggyőzte őket. Kérek egy olyat, mint az övé. Már csak be kell adnom valahogy a csapatnak a jövő évi terveimet. Figyelem, számolgattunk egy kicsit. Ha jövőre is szeretnénk ilyen sört, akkor 150 emberre lesz szükség, és 100 hordónyi csicsát palackozhatunk. Érzem bennetek a lelkesedést, csak nem mutatjátok ki. Majd meglátjuk. Köszönöm. A sör nagy sikert aratott. A perui mesterek egy ősi receptjét sikerült életre kelteni. Nagyszerű munkatársaimnak köszönhetően a határidőt is tartottuk, a sört bemutattuk, megosztottuk vendégeinkkel. A delaware-i emberek figyelmét sikerült felkeltenünk. Remélem, ez is hozzájárul a csicsa ősi receptjének megőrzéséhez. Sose feledjük, hogy millióféle sör létezik a világban, és érdemes minél többet felkutatni és megkóstolni. Nagyon tiszta. Szinte, mint egy amerikai világos sör. Én valami rágógumis ízt érzek benne. Édeskés. Sima, nagyon sima. Talán citromos? Szerintem körte. Oliva? Tisztára, mint a popcorn. Egy kevés édes kömény és fű. Jó csomagolás kellene még hozzá. Ez egy női sör. A lányok szeretni fogják, mert sima. Nem nagyon kéne terjeszteni, hogy emberi nyállal készült. Amúgy nekem bejön.